Sziasztok, én Tibi vagyok. Sebelő ide bófogtam a Real Madrid karrier módomat. Én már a harmadik részt, ahogy látjátok, facecam van oda is. Megjött az 5, azaz 5 like. És ebben a videóban az Atletico Madrid ellen mérkőzést fogjuk lejátszani. Egy pillanatot szeretnék kérni addig. Csak megnézem a kamerát, hogy már beindult-e. Így van, elnézést. Nos, ott is még. És akkor a Real Madrid és a Real Madrid Atletico Madrid elleni mérkőzést fogjuk ebben a videóban lejátszani. És akkor vágjunk is bele. Nem tudom, hogy bele fog-e férni, de szerintem bele fog férni az egész mérkőzés, hát nem tudom. Az Atletico-nak ez a mez! És akkor vágjunk is bele. A zsebatolom nem változtattam. Kapokon Casillas, két közép hátvéd, Ramos és Pepe. Bal hátvéd Marcelo, jobb hátvéd Carvajal, védekező közép Pajas Modric, két közép közép Isco, és James Rodriguez jobb oldalon, bal oldalon Ronaldo és fent pedig Dumbia. Ugyanis megvásároltam videón kívül, amiért természetesen elnézést lehetnek kérni, ugyanis ezt a karriermódot azon kívül, hogy megvásároltam Dumbiát, azon kívül egyáltalán nem szoktam játszani. Közben pillanat csak beállítom rá, hogy lehessen látni. Amúgy azért vásároltam meg Dumbiát, ugyanis egyik, hogyha Benzema lesérül, akkor legyen játékos, a másik pedig, hogy nagyon gyors játékosról van szó, és nekünk kell a gyors játékos. És akkor amúgy már elkezdődött a mérkőzés. Marcelo! Szép! Marcelo! Marcelo! Elnézést azért a kiabálásért, csak nem beleszóltam én magamat így élni, aztán jó. Aztán ez van. Moja véd. Amúgy nem figyeltem, bocsánat, a Atletico Madrid felállás, hogy nem baj. Jó, aztán a fejes, de meg van. Jó, Ramos, Marcelo. Szép passz. Szép játék, hogy előre. James Rodriguez indul el. James. Szép. Beadás. Dumbia. Mit védett majd, Isten. Ezen nem sokan múlt. Isco adja a labdát, de nem jó. Masaidi teszette, Mandzukic. Fernando Torres. El kell menni Torres-től. Nagyon jó játszik, ő is megvan nagyon szép. James Rodriguez vett el, ha jól emlékszem. Ott megvan, Dumbia. Jó, James Rodriguez. Dumbiának vissza, szép. Senki nincs bőven középen, de azért beadom. Hát ez nem volt. Valami nagyon. Most látjátok, felcsináltam a két kamerát, ugyanis az első részben, amikor akkor is facecam volt, akkor úgy volt, hogy az én telefonommal vettem fel az én fejemet, és apukámival a meccset, és most meg van fordítva, hogy apukámival veszem az én fejemet, és enyémmel a meccset, tehát ja. Az egész játékot. Hát te közben nem szeretem volna még mondani. Már van két feliratkozom. Nem szépen tegnap volt kezdtem, igaz? Azért jelentettem ezt be közben. Ronaldo! Ronaldo! Semmi nem volt. Hát az szerintem volt valami. A szép... Basz. Az mi volt? Kivette azt, hogy hát ilyen... Szörnyű meg az az átvétel. Van. Ugye ez a... spanyol bajnokságnak, és a spanyol kupának a döntője. Két fordulós, és ja. És összesítésben dönt, hogy ki lesz a csodálatos kupa. Közben Dumbiát nagyon felhúgták, és azért egy sárga napot kéne. Igen, sárga nap. Miranda. Besárgult Miranda. 28. perc. Hát rá lehetne innen lőni. Rivaldo. Ronaldo-val. Mindig ezt szoktak. Ronaldo. Hoppá! Azt előtte Ronaldo. Eléggé. Szerintem nem tudom, beleértem olyan. Nem tudom, szerintem beleértem. Modric. Úgy láthatok, előbb, most feljebb van a
Ha most nem jobban lehet látni a fejemet, közben egy lehetőség, és gól! És Cristiano Ronaldo 33. percben szerzett vezetésnek. Santiago Bernabéu-ban a kötelezőt már a csapatban nem tudja. Kaptin is kéne ezt a tempót. Olyat tudja. Egy olyan lövő lehetőségese volt a Atletico Madridnak. 36 perc alatt, ami nem rossz. Közben Arda Turán indul el. Pepe megvan. Szép. Nagyon higgadt megoldás így először, hogy ez a nagykönyvben meg van írva. Közben elindul Cristiano Ronaldo. És beadja a labdát. Dumbia szabadon fejel hát. De Moyán lecsípi sajnos. Nem baj. Pillanatot kérem, hát nézem, hogy hány perc nálunk 6. Hát az nem tudom, hogy lesz jó, hogy lesz elég. Nem tudom, na, folytassuk is akkor. Hoppá. Arda Turán. Hogy lehet, hogy nem mondtam, de amúgy a bocsánat, hogy nem tudtam lejátszani az Olympic Lyon elleni mérkőzést, a az első barátságosak, ugyanis azt a mindenit közben egy nagyon szép lehetőséget mentünk. Lejátszottam úgy három barátságos meccset az Olympic Lyon ellen, nem tudom ki ellen tudom már, és az Olympic Lyon ellen 3-2-re nyertem, illetve mind a két meccset megnyertem a barátságosok közül, most nem jut eszembe, hogy ki ellen voltam, nem tudom. Fél időben 1-0-ra vezetünk Cristiano Ronaldo góljával, amely 33. percben történt. Ja, uraljuk a meccset, és ez kell. Most nézem, hogy most ki van mondva. Nem tudom, azt hiszem, hogy maradhat így az a felállás. Folytassuk is a meccset, akkor pedig kezd. Csak ennyit kell kibírni. Hát, ha kibírjuk. Tehát mondtam már, hogy ez volt az utolsó, lejátszottam ezt a három barátságosat. Többit nem fogunk csinálni videón kívül. Hát elnézést azért megint, szintén közben Isco indul el. Dumbiának ad egy kiváló indítás, Dumbia! Dumbia viszont, ez a szép Dumbia! Dumbia! És kettőnyúlva! Kettőnyúlva is ennek megvan! És nagyon nehéz lesz visszatapasztalni innen az Atletico Madridnak egyből is sem. Ez az. Ez nagyon váratlan volt így, hogy Olympic Lyont is épp hogy le tudtam venni, most meg a 2-0-ra leszünk az Atletico Madrid ellen. Ez zseniális. Ez úgy hívják, hogy zseniális. Jó, szép volt. Szép. Hát ott az is sút. Ez pont olyan szép, hogy visszajátszott. Az jó Dumbiára? Dumbiára! Kora gól! Olyan ez a csupafejes! 3-0! Szerintem ezt a meccset nyert. Milyen csupafejes volt Dumbiától, jóisten! 3-0! Húisten! És párszor mondogatni fogom, hogy úristen, mert ez nem volt az. Amúgy Ultimate Team is lesz, hogyha kérdeznétek, mégis még nem kaptam kommenteket az Ultimate Teamről, de Ultimate Teamben nagyon hallám, hogy csapatom van, és most akarok venni 500 ezeret. És igen, és majd utána rákszentem kifás videó. Amúgy most a... Szerintem most is visszaestem a 10. osztályba, mert egyszerűen milyen ellenfelek vannak már a 10. osztályba, és jól halok. Ja. Úgyhát közben Carvajal indul el, hát ez fura dolog. És nem lehet, hogy hát ez nagyon jó dolog. Húha, Modric. Ezt a meccset nyertünk, most már csak kéne bírni. Ajajajajaj, közben Griezmann indul el, és Casillas lesz, amit mit védett. Ajajajaj, figyelni kell! Casillas szép. Hazudtam először, szerintem Griezmann a földön maradt egy pillanatra, hazudtam először Casillas, de már én most nem tudom, hogy volt. Bél. Lépjáték. Az nem jó.
Az nem egy természetesen a változatot. Nem hogy volt egy labdavéghatás is. Megérdemelt a vezetésünk. Még egy kis lőni ennen a Atletico Madridnak, ha nem lesz kemény a vaga. James Rodriguez, hát ő, ja. James Rodriguez indul el. James. Sokan a baj, hogy nincs aki középen, de megoldja James. De kivonatom más lették. És miért a labda? Még egy igaz, de... Dumbia felé megint. Ha ilyen csuka fejeseket lesz a komad ellen, akkor... És nem lesz rossz fejelése. Most már nem néz. Tehát ott a ácsik oldal. Az ahogy nem indul senki. Csinálják. Hát ez, ez az jó. Bél, jöjjön be! Oszta! Hú, mit védett Maja? Nem is tudom ki volt. Úristen, azt a mindenit. Ajjaj. Óriási reflexei vannak ennek a kiskapusnak. Ronaldo! Az nem látni? Minden oké. Nem is van a labda újra. James Rodriguez. Ez. De le a súlyt, Istenem. Jó szabad, és az Atletico Madrid. Szóval Árda tud a helyet. Tektorja. Mondom, ez is volt. De Árda tudom, ezt tudom ki. Közben ez lehetőség, ez nem jó. Belül Marcelo. Az jó passz. Ah, nem bírtam ráfordulni, és rá tudtam fordulni, csak nem tudtam rövő helyzetet kialakítani. Amúgy sok videó lesz erről a beállított karrierről, már most nagyon megjött a ihlet. És megjelentjük a mérkőzést. 3-0. Tehát ez király dolog. Köszönöm szépen a figyelmet! Én Tibi voltam, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel! És írjatok kommenteket is. Köszönöm szépen a figyelmet, én Tibi voltam. Sziasztok!